Hétfő délután a 83-as számú főút Fehérvárhoz közeli szakaszán készültek drága fényképek. A rendőrség a teljes Trafipax parkját beveti az akcióban. Ezen a héten az országban szinte bárhol felbukkanhat az út mentén sebességmérő berendezés. Van kötelező mértékkel alkalmazandó közigazgatási bírság, illetve helyszíni bírságot is szabhat ki a rendőr. Gyakorlatilag például egy lakóterületen kívüli főútvonalon a 90 km/h megengedett sebesség, ott a 94 km/h-tól 108 km/h-ig terjedő sebességben helyszíni bírságot alkalmaz a rendőr, vagy alkalmazhat, 109 km/h haladási sebességtől pedig közigazgatási bírságot állapít meg. Ennek a minimális összege 30 000 forint, illetve 4 közlekedési előéleti pontot szabnak még ki. Az akció apropója, hogy a közlekedési balesetek legjellemzőbb oka továbbra is a gyors hajtás. A cél nem a büntetés, hanem hogy a sofőrök önként betartsák a sebességhatárokat. Van olyan sebesség ellenőrzésünk, ahol csak egy darab műszerrel találkoznak a járművezetők, és majd a bírságcsekk az valamikor érkezik, illetve ebben az esetben is olyan sebesség ellenőrzési módot alkalmazunk, hogy a műszer mögött vannak megállító rendőrök, akik rögtön tudják közölni a szankciót az adott jogsértés típusért. Csibrik Csaba rendőr alezredes hozzátette, a Trafipaxnak és az intézkedő rendőr látványának eleve visszatartó ereje van. A sebességmérő razzia vasárnapig tart az ország egész területén.